Március 30-án ismét egy heves vitákkal, frappáns szóváltásokkal és olykor nem túl elegáns megjegyzésekkel tarkított testületi ülést követhettek figyelemmel az érdeklődők. A februárban elfogadott költségvetés módosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a kerületi támogatások rendszerének felülvizsgálatára és kibővítésére, de döntést hoztak a múlt heti adásban már érintett, az egészségügyi intézményt érintő témában is. Hogy a kedden lebonyolított lakossági fórummal kapcsolatos vita miként keveredhetett a napi rendek közé, Cserdini Németh Angéla polgármestertől tudhatjuk meg. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ahogy azt a beharangozóban hallhatták. Ma a tegnapi testületi ülésnek a döntéseiről fogunk beszélgetni. Köszöntöm stúdiónkban Cserdini Németh Angéla polgármester asszonyt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves nézőket is. Múlt héten már beharangoztuk, hogy egy hosszabb napirendi listával készülnek a testületi ülésre. 18 napirendi pontot tárgyaltak, és ebből fogunk a mai adásban szemezgetni. Elsőként a különböző térítési díjakat, menzához kapcsolódó térítési díjaknak a módosítását, illetve az alvállalkozókkal kötött szerződéseket hozták napirendre. Mit lehet ezzel kapcsolatban tudni? Ugye többször volt már ez téma, hogy a növekedő nyersanyag árak azért egy idő után növekedő összegeket fognak jelenteni a családok pénztárcájában is. Miről sikerült ezzel kapcsolatban megállapodniuk? Elmondtam a múltkor a újságírói kérdésre is, hogy sajnos ugye az élelmiszer alapanyag árak úgy emelkednek, hogy mire az egyik levélre megszületik a válasz, az egyik kérésre a közétkeztető cégünktől, addigra megy gyakorlatilag jön a következő kérés, hogy mennyivel szeretné emelni az árat, akár a nyersanyagot, akár őt is érinti természetesen a rezsijárak emelkedése, de gyakorlatilag folyamatos a levelezés a közétkeztető cégünkkel, ővelük aláírtunk egy 5+5 éves szerződést, tehát ebből nem is tudunk kilépni. Az inflációval kellene, hogy emeljük, vagy az infláció mértékével kellene szerződés szerint emelnünk minden évben az árakat. Ez sajnos nem tud megvalósulni, hogy csak az inflációval emeljük, hiszen őket is érinti mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum emelés, illetve hát, ahogy említettem, a rezsijárak emelkedése is őket is érinti. Egy ideig próbáltuk mi lenyelni önkormányzatként az emelkedést, és nem áthárítani a szülőkre, de egy ponton túl már nem tudjuk ezt megtenni. Arról nem beszélve egyébként, hogy a normatívát sem kapjuk meg akkora mértékben emelve, mint amekkorában egyébként szeretnék, hogyha a közétkeztetés árait emelnénk, a beszerzési árakat. Sajnáljuk, és ami még sajnálatosabb, hogy attól, mert emeljük az árakat, illetve hát nem feltétlenül tudják biztosítani azt a minőséget, amit korábban a közétkeztető cég, ezzel párhuzamosan egyébként az igénybe vett szolgáltatás mennyisége is csökken. Tehát volt olyan középiskola, aki jelezte, hogy konkrétan náluk senki nem étkezik bent az iskolában. Én azért ezt szomorúnak tartom, hiszen azért reggel 8-tól délután mondjuk 3-4-ig bent van a gyermek az iskolában, és hát azért neki valami melegételt jó lenne a hasába, hát úgy mondjam, imádkozni mondjuk úgy dél magasságában. De ha ezt nem tudják, és nem feltétlenül azért, mert a szülő nem tudja kifizetni, mert egyébként nagyon sok olyan gyerek van, aki több mint a fele gyakorlatilag ingyen vagy valamilyen kedvezménnyel étkezik az iskolákban, és nem azért nem étkezik bent, mert nem tudják kifizetni, hanem azért, mert a minőség nem feltétlenül olyan, amit egyébként egy középiskolás vagy egy általános iskolás megeszik. De hát megpróbáljuk a kompromisszumot megtalálni valamilyen szinten. Én azt nem tudom megígérni, hogy nem lesz további áremelés a közétkeztetésben. Ez ugye kötelező feladata az önkormányzatnak, de igyekszünk minél alacsonyabb áron beszerezni az alapanyagokat, és ebben a polgármester úr nagyon sokat tárgyal a közétkeztetési cégünkkel. Ugye az elmúlt hetekben volt lehetősége pont a szülőknek arra, hogy bemenjenek az iskolába és megkóstolják, véleményezzék ezeket a fogásokat, amiket a gyerekek elé tesznek. Ezzel kapcsolatban van-e már esetleg bármi értesítés, bármiféle összegzés, hogy mik voltak a tapasztalatok, vagy ez a későbbiekben várható? Én a szülői összegzésről még nem hallottam. Azt tudom mondani, hogy a jövő héten lesz közétkeztetési kerekasztal, úgynevezett közétkeztetési kerekasztal, ahol meghívjuk természetesen a pedagógusokat, meghívjuk a diákok képviselőit, a szülők képviselőit, és természetesen ott lesz a közétkeztető cég is. Itt két cégről beszélünk, ugye egyrészt a vállalkozóról, aki szállítja egyes intézményeinkbe az étkezést, illetve a GMK másik közétkeztető cégünk, aki egy kisebb hányadát fedi le a közétkeztetésnek, de ott lesz mindenki, és én nagyon remélem, hogy elmondják őszintén a véleményüket, mind az étel minőségéről, mind arról, hogy adott esetben mire lenne még szükség, vagy mit kéne javítani esetleg.
Ugye a múltkori adásban úgy zártuk a beszélgetést, hogy a keddi napon lesz majd a lakossági fórum, ami alapvetően a lakás gazdálkodáshoz kapcsolódik, és itt várják majd a lakossági észrevételeket. Hát ugyanez a téma nem volt most a napi rendek között, de mégis a települési támogatások módosítása témájában sikerült erre kihegyezni a témát, és hát fogalmazzunk finoman, nem kifejezetten azokról a támogatás módosításokról szólt a vita, mint amiről egyébként maga az előterjesztés. Minek köszönhető, hogy ez a téma ez két nappal később még mindig ennyire heves volt, és a képviselőket is ennyire magával ragadta? Kicsit örülök annak, hogy ez a téma magával ragadta a képviselőket, na nem a vita színvonalára utalva, mert egyébként ott minden téma érintve volt, a lakásügytől kezdve a támogatáson keresztül a nem tudom én milyen kerületet vagy kevésbé kerületet érintő téma, tehát azért a vita színvonal nem volt a legmagasabb, és nem erre vagyunk a legbüszkébbek mondjuk úgy ennél a napirendnél. Igen, valóban a keddi napon sor került egy lakossági tájékoztatóra, a majdnem áprilisban tárgyalandó lakások bérbeadásáról szóló rendeletünk módosításáról. Én örülök, hogy megtartottuk ezt a fórumot, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Közel 100-an voltunk egyébként a díszteremben, akik részt vettünk, vagy részt vettek lakók, bérlők, vagy nem bérlők ezen a lakossági tájékoztatón. Én ott egy prezentációt mutattam be arról, hogy tervezzük és nyilván kihegyezve arra, hogy a lakbéremelés volt a számukra a legfontosabb, de azért egy jó pár dologban változik még ezen túl a rendeletünk is. Például mondjuk nem lesz közjegyzői díj, ha elfogadjuk a rendeletet. Nem kell befizetni a közjegyzői díjat a szerződéskötéskor, eltöröljük az óvadékot, amit egyébként a pályázatoknál kellett befizetni a rendszerbe újonnan belépőknek. És hát ott is elmondtam, amit a képviselőtestületi ülésen elfogadtunk végül is, támogatási rendeletet, hogy ugyan emelkednek a lakbérek, ha elfogadjuk a rendeletet, ismétlem, de azt a rendeletet viszont a képviselőtestületi ülésen márciusban elfogadtuk, hogy a támogatások mindenképpen megemelkednek. Akár a lakhatási támogatásról beszélünk, vagy akár más támogatásokról beszélünk. Bizonyos jövedelem kategóriákat mindenképpen emelünk, mind a települési támogatások tekintetében, mintha elfogadásra kerül majd a lakbér, úgynevezett lakbérrendelet, vagy a lakásokhoz kapcsolódó rendelet. Ezt az indokolja egyébként, hogy a jövedelem határokat megemeljük, hogy egyrészt a nyugdíjasok ugye kapnak nyugdíjemelést, zárójel, azért még mindig nem fedezi az ő megélhetésüket ezzel az inflációval, amit egyébként a boltban tapasztalnak. De ettől függetlenül megemeljük a jövedelem határokat, megemeljük a támogatások összegét nagyon sok tekintetben, nagyon sok támogatási formánál, lakhatási támogatásnál közel a háromszorosára emeljük a legmagasabb összeget, adható összeget, de ezen kívül a gyógyszertámogatást is megemeljük, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét is megemeljük. Tehát azért érezzük mi is azt, hogy egyrészt, ha valamennyivel is, de több jövedelemmel rendelkeznek a kerületben lakók, és hát ezáltal mondjuk kicsúsztak adott esetben egy-egy támogatásból, és értem ez alatt azt, hogy a jövedelem még mindig nem éri azt a szintet, hogy ne kelljen támogatáshoz fordulni, hanem elérjék azt, hogy megéljenek támogatás nélkül. Tehát ezért muszáj volt a jövedelemhatárokat is emelni, illetve a támogatási formákat is, az adható összeget emeltük, illetve bevezettünk egy hát majdnem új az iskolakezdési támogatás helyett egy iskoláztatási támogatást. Ez azt jelenti, hogy most már nem csak az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon kezdő tanulók, hallgatók részesülhetnek ilyen támogatásban, hanem azok is, akik most végeznek a középiskolában, tehát 12-esek, ugye ott a szalagavató elég húzós szokott lenni, vagy újabban is elég húzós összegeket kérnek el érte, vagy akár a ballagásra, vagy bármilyen más tantaleszközre, vagy tanszerre, amit be kell szerezniük, az is elég magas összeget emészt fel a családi költségvetésből, úgyhogy őket is fogjuk támogatni. Ez a rendelet április 1-én lép egyébként hatályba. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha ezt igényelnék azok, akik rászorulók. Természetesen megvannak a jövedelemhatárok, azt kérem mindenkitől, minden kérelemre indul minden ilyen segélyezési forma, hogy érdeklődjön és nyújtsa be a kérelmet adott esetben, és az ügyfélszolgálaton természetesen segítenek akár a kitöltésben, akár abban, hogy ők rászorulók-e ebben a tekintetben, vagy nem rászorulók az egyes támogatási formáknál.
Ugye, ha már ez a kitöltés szóba került, ugye volt itt olyan felvetés, hogy kinek a felelőssége, vagy kinek kell tájékoztatni a lakost arról, hogyha támogatásért fordulna, akkor mi az, amire jogosult. Tehát ha veszünk egy fiktív példát, van egy család, nem túl magas jövedelemből élnek, úgy gondolják, hogy szükségük lenne segítségre, akkor adott esetben ők, ha befáradnak az ügyfélszolgálatra, mindenféle előzetes tájékozódás nélkül, ott azért ők tudnak nyilván segítséget kapni arról, hogy mi az, amire az ő helyzetükben jogosultak, és mi az, amire adott esetben nem, ha én jól értelmeztem ezt. Természetesen, tehát ők elviszik a jövedelem igazolásaikat, hogy milyen jövedelemmel rendelkeznek, ők mit kapnak egy hónapban, és akkor ott az ügyfélszolgálaton az ügyintéző elmondja nekik átolzéig, hogy milyen támogatásra jogosultak, és ahogy említettem, segít nekik kitölteni adott esetben mondjuk a kérelem nyomtatványt. Lehet, hogy egy picit nehezebb a kérelem nyomtatvány, de azért mi nekünk is valahol meg kell a törvényi feltételeknek felelni, de természetesen segítenek, és nem az van, hogy akkor bemegy az ügyfél, és azt mondja, hogy én ezt a támogatást szeretném, hanem azért az ügyintéző megnézi, hogy és akkor ezzel a jövedelemmel még mire jogosult, és igyekszünk nekik támogatást nyújtani. Ugye a testületülésen felmerült az, hogy értesítsük ki akár az önkormányzati lakásban élőket is. Az az egyszerűbb abból a szempontból, hogy ők mondjuk a Palota Holdingtól kapnak minden hónapban csekket, hogy mennyit kell fizetni lakbért. Őket tudjuk értesíteni, állampolgároknak azért a Palota Holding nem küld minden héten levelet, ezt lássuk be, sőt, konkrétan nem küld nekik levelet. Tehát őtőlük azt kérem, hogy akár a bpxp.hu oldalon, akár az újságban, vagy akár a hirdetési felületeinken tájékozódjanak arról, hogy milyen formákban lehet támogatást igényelni, vagy hát az ügyfélszolgálat ugye hétfőtől péntekig rendelkezésre áll, és természetesen segítenek. Volt-e még esetleg olyan napirendi pont, amit valamilyen szempontból kiemel a polgármester asszony, amit valamiért fontosabbnak tart? Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kaptunk egy levelet, egy ilyen tájékoztatás kérést, hogy szeretnénk-e megtartani a szakrendelőnket. Én akkor is azt mondtam, és ez a levél ment ki az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, hogy igen, szeretnénk megtartani a szakrendelőnket. Azzal a feltétellel, hogy amit most finanszíroz az állam, tehát ez az úgynevezett volt OEP, most NEAK finanszírozás biztosítja a kerületi szakrendelő számára, ez körülbelül egy olyan 70%-os finanszírozást jelent, a többit az önkormányzat teszi hozzá, tehát ha ezt biztosítja számunkra, akkor szeretnék megtartani a szakrendelőnket, és erről kértem a képviselőtestület döntését, hogy akkor ebben a levél, vagy erre a válaszlevélre erősítsen rá, és tudjuk beküldeni az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, hogy igen, szeretnék megtartani a szakrendelőnket. Most sem vagyok optimistább egyébként, mint a múlt héten voltam, abban a tekintetben, hogy elviszik vagy nem viszik el a szakrendelőt. Nagyon remélem, hogy nem viszik el. Több jele szerintem arra mutat, hogy egyébként államosítani fogják, de bízunk abban, és azt kérte a képviselőtestület, és egyhangulag ezt is szavazta meg, hogy szeretnék megtartani a szakrendelőnket, hiszen már a 90-es évek elején úgy döntöttünk, hogy akkor ez a feladat ez nálunk maradjon, illetve szeretnénk akkor is megtartani a szakrendelőt, akkor ez most is így maradjon, hiszen a mi állampolgáraink járnak oda. Minden megértek, minden nehézséget megértek, orvost továbbra sem fogunk tudni odarajzolni, pluszba akik hiányoznak, vagy hiány szakmákban vannak, de én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges ellátási pont a kerületben, ugye nekünk nincsen kórházunk, tehát ha valakinek valamilyen problémája van, akkor elsősorban a Rákosúti szakrendelőbe megy, és ott igyekszik az orvosoltatni a baját. Meglátjuk akkor, hogy erre milyen válasz érkezik, vagy itt a műsorban, vagy hogyha esetleg a következő adás előtt érkezik válasz, akkor a híradóban beszámolunk majd erről. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a héten is eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk, mert a hírtükörben a testületi ülés egyéb napi rendi pontjairól is beszélni fogunk majd. Viszontlátásra.